Modernkori szocializmus építene az ISZOM, amely a héten bejelentette, hogy nem kér a baloldali összefogásból, inkább önálló programmal és egyéni jelöltekkel indul a 2022-es választáson. A pártalapítói közölték, hogy elsősorban azok felé fordulnak, akik nem, vagy csak befogott orral vennének részt a választásokon. A toborzás elkezdődött. Az ISZOM weboldalán már keresik azokat a civileket, akik kellő ambíciót éreznek magukban ahhoz, hogy a nagy politika részesei lehessenek. Itt van Szanyi Tibor, az iszompárt alelnöke és alapítója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert a neten toboroznak politikusokat. Szemezgettem arról az oldalról, azt mondják, hogy legyen ön is képviselő, benned van a szocializmus, mit kérünk tőled, minimum öt önkétes kell találja a csapatodban, mit adunk neked, közösségi elményt. Ez komoly vagy vicc? Ez abszolút komoly. Hát hova tovább egy éva ne az életünket, hát mindenki homofisztok kezdve, mitől lenne a más a politika? Hát korábban ugye volt egy olyan gyakorlat, hogy a különböző pártok, itt ott, ott járkáltak a tagok, összeszedtek barátokat, ismerősök, ezt a haver haverjának a haverja lett a képviselőjelölt előbb vagy utóbb. Mi ezt azt mondtuk, hogy népképviseletről van szó a Magyarország és népképviseleti szerv, hát miért nem nyitnánk meg a nép felé ezt a lehetőséget, kivált kép, hogy az interneten egyetlen feltétel van, hogy Értsen egyet azzal a politikával, amit mi képviselünk, ez pedig a szocializmus. Veszélyes terep, ez eddig ugye a Kamupártokra volt jellemző, hogy toboroztak valamiféle bázist, amiről mindenki kiderült, toboroz, hogy nem is. Mindenki toboroz. Hát de te... lesz valami személyes casting, mégis megnézik, hogy ki jelentkezett. Hogyne, hogyne, hogy minden további nélkül. Hát egyre csak nagyon-nagyon kis csoportokban, mert ugye a gyülekezési körülmények azok nem túl kedvezőek. De mindenféleképpen azt tervezzük, hogy valamikor május első környékén, most előtte, utána, mondjak, X időpontot, de mindenféleképpen egy kicsit egy ilyen könnyedebb módon próbáljuk meg a nek legalábbis egy jelentős részét felvezetni. Erről például azt írják, hogy az X-faktort idéző bemutató. Igen, ilyesmi. Ez a meg mit tudsz? Tehát körülbelül ennyi. Rendben. Most január 6-án volt egy, vagy ott hagyta az MSZP-t, megbánta ezt a lépését? Életem egyik legjobb döntése volt már politikai értelemben. Most az összeellenzéki összefogás is létrejött. Ön ugye azt nyilatkozta, illetve a pártja azt nyilatkozta, hogy ebben az ISZAM nem vesz részt, külön fognak indulni. Miért? Nek több oka van, ugye mindenképpen az, hogy mi mások vagyunk. Tehát ez egy. A polgári-liberális koalíció, amelyik mondjuk így a szélső a, a ballib vonalig terjed, ebben mi nem találjuk a politikai igazunkat. Tehát ebben nincs benne az, hogy, hogy, hogy elkötelezettek lennének a szociális válság leküzdésére. Ami, nekünk ez az egyes számú programpontunk, hogy a szociális válságnak a leküzdése. Oké, okay, nevezhetjük ezt így, hogy szocializmus a végeredménye ennek a dolognak, tehát az, hogy mindenkire, de tényleg mindenkire jusson annyi jólét, amennyit ez az ország megtermel. Szélsebesen, fénysebességgel gazdagodtak meg most a válság idején is, még Magyarországon is a leggazdagabb emberek. Tovább növelték a vagyonukat, miközben vidéken, főképpen, de nagyvárosokban is szenvednek az emberek, nem csak Persze, a legnagyobb baja az állás elvesztés. Mondjuk így, és erről nyíltan kell beszélni. Én nagyon sajnáltam, hogy most minden változtatás nélkül a kormány meghosszabbított egy hónappal ezt a válsághelyzetet, vagy intézkedéseket. Szerkezd azt mondja, hogy a vendéglátás, ahol egyébként a magyar ember minden tíz forintjából egyet vagy kettőt elköltött eddig, ez elpusztult. Tehát egyszerűen százezrek maradtak munka és perspektíva nélkül. Mi azt mondjuk például, hogy azért ezen változtassunk az égszerelmére óvatosan ki kell nyitni. Hát, hogyha a kaszinókban egymás hegyi háta lehetnek az emberek, a buszokon, a multi bevásárló központokba, akkor miért nem lehet családi ebédeket elfogyasztani például Értető, éttermekben? Értető, emellett sokan érvennek, de vissza egy kicsit az ellenzéki összefogáshoz. Néhány hónappal ezelőtt még azt mondta, hogy önök részt vennének az előválasztási folyamatban. Például most mi változott az elmúlt időszakban? így ezt azért nem mondtuk, mert azt mondtuk, hogy beszélgessünk róla. Például a kokáért, hogyha nekünk a négy legfontosabb követelésünket, ami egyébként senkinek nem esne a gyűrű a kezéről, 200 ezer forint nettó minimálbér, 100 ezer forintos ö, szociális minimum jövedelem, 37 500 forint családi pótlék, és a nyugdíjasokra is ugyanezt korpótléként kiterjeszteni. Ez bőven belefér, ez töredéke annak, amit most itt a válságkezelés kapcsán a kormány ö, elköltött. Ö, hogyha ezeket elfogadnák, akkor azt mondjuk, hogy lehet valami kompromisszum. Is is mi mi egy... volt a válasz? Üzentek, vagy szóltak önnek, hogy Tibor ezeket fele is? Nem, volt. de hát mi megnéztük ennek a hatos fogadnak a programját, és a szociális kérdések nincsenek benne az első tízben. Azt mondja Jakab Péter, hogy történelmi volt, hogy leültek Gyócsány Ferenccel, és megállapodtak. Ezzel egyetértek. Hogy mm. Egy szélső jobbos politikus és egy liberális politikus leülnek, és tudnak valamire jutni, ez tényleg történelmi tehát önöket mondjuk csak is kizárólag. Már úgy értem, hogy önfeladás mind a két részről. Csak is kizárólag az önök követeléseinek elutasítása, vagy valami más is távol tartja ettől az ellenzéki együttműködéstől? E, gyakorlatilag nekünk ennyi a lényeg, hogy mi bárkivel szívesen tárgyalunk. Jobbikkal is? Aki a szociális válság leküzdésében konkrétan mer vállalni valami, hogy általában az úgy rendben van, de hogy konkrétan. És ezért mondtuk azt, hogy mindaddig, amíg ezekre a számainkra, amiket az előbb elmondtam, nem kapunk olyan jelzéseket, hogy igen, ez számukra is egy tárgyalási alap, addig nincs miről beszélünk. Nekünk. Direktus, tehát elvi kifogásai nincs az együttműködéssel kapcsolatban, akár a jobbik tekintetében sem lenne, bár bírálja azokat a baloldali pártokat, akik összefognak hát, a jobbikkal. Azért most elmondtam nagyon sokszor, és ezt akkor örömmel megismétlem, nácikkal soha semmit. Tehát én, 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 én a jobbikot nem veszem ebbe a történetbe belemek, De hát azért... már benne van. Oké, okay, én azt értem, hogy benne van, ezzel együtt nekünk nincs ilyen értelemben velük tárgyalni valónk. Viszont ennek dacára én azt gondolom, hogy még a legvéresebb körülmények között is a különböző politikai oldalaknak minimum a tárgyalások szintjén a párbeszédet olyan értelemben illik föntartani, hogy, hogy, hogy hát azért most ez a merev elzárkózás az, az azért valamennyire áthidalható legyen, amíg a frontokon keresztül is átkiabálnak egymásnak a katonák. De ő, ettől függetlenül effektív ő, ő, hogy mondjam, politikai összehangolt lépéseket mi szélsőséges pártokkal semmi színat nem vállalnánk. Ugye a mi hazánk és a magyar kétfarkú kutya párt az, akik még így külön fognak majd indulni, 22-ben legalábbis bejelentették. A Huszti Andra pártelnök szavai szerint a dolgozói osztályok felé fordulnak elsősorban az iszommal, különösen azok felé, akik többnyire nem, vagy csak befogott orral vennének részt a választáson. Ez úgy hangzik nekem, mintha egy kicsit Türbert helyére próbálnának meg beférkőzni. De ez biztos, hogy nem, tekintettel arra, hogy az említett úr az forradalmi körülmények között szeretné gyakorlatilag a magán-privát megszüntetni. Hát azért ez nekünk idegen. Mi természetesen nagy teret adunk a közösségi tulajdonnak, szövetkezeti tulajdon, az állami tulajdonnak is komoly szerepet biztosítunk, de mi ezt inkább egy ilyen mozgalmi és meggyőzéses alapon gondolnánk, és nem pedig népfelkelés, vagy forradalom, vagy valami hasonló körülmények között. Tehát a ribiliót azt azért mi szeretnénk elkerülni. Ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy más pártoknak ne lehetnének baloldali reflexek és baloldali gondolataik. Sőt, mindegyik párt lehivatkoz egy csomó olyan kifejezést, ami akár a baloldalra is lehet hívni. Szó. De mi azt mondtuk, és azért mondjuk munkról, hogy mi vegy tiszta párt vagyunk, mert mi gyakorlatilag nem keverjük össze ezt azzal, amazza, világosat tettük, hogy amíg a szociális válságot le nem küzdöttük, addig minden más tulajdonképpen fontos, nagyon fontos, de csak másodlagos. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm.